Tulajdonképpen az érdekelne engem, Péter, hogy te varratsz-e. Hát nem varratok, de a történet valahol ott kezdődik, hogy a gimnáziumban kaptam meg az első öltönyömet, amikor is muszáj volt elmenni egy úri szabóhoz, hiszen nonfiguratív lévén már, mint hogy én, muszáj volt a zakót, illetve a nadrágot úgy varratni, mert a konfekció egyszerűen nem ment rám. De a lényege az a dolognak, hogy sajnos ma már azt hiszem minden férfi kénytelen konfekcióból öltözködni, hiszen egyre kevesebb a szabó, de azt hiszem, hogy ez majd a következő riportból ki is fog derülni. Így van, hiszen találtunk egy olyan szabót, aki 50 éve van már ebben a szakmában, nála jártunk. Kérem, tekintsék meg velünk! És mindenül ő már több mint 50 éve szabó. Hogyan kezdődött a kapcsolata a szakmával? Hát egyszerűen, tudnélik az apám is szabó volt, és attól tanultam a mesterséget. 1939-ben végeztem a polgáriskolát, és akkor egy évig voltam próbaidős az apámnál. Az édesapja volt az első szabó a családban? Igen. Előzőleg mondjuk nem szabók voltak, az ő apja az köműves mester volt. Mikortól dolgozott önállóan? 40-ben lettem leszerződve, mint tanuló, és 42-ben szabadultam. Itt Szekszárdon? Itt Szekszárdon. Közvetlen a háború után, akkor folytattuk a mesterséget önállóan. Most engem 52-be behívtak katonának, ilyen két hónapos katonának, és még nem szereltem le, akkor már értesítettek a szüleim, hogy az STK oly magas lesz, hogy mit évők legyenek, mert kijöttek ellenőrizni. És akkor én még onnét Kiskunhalasról, mert ott voltam katona, akkor mondtam, hogy jelentsetek ki, majd valami lesz, vagy állásban megyek. És akkor 57-ig úgy dolgoztam, tehát 52-től 57-ig nem voltam bejelentve. Mely korosztályból tevődik ki legfőképpen a vevőkere? Hát mondjuk most kimondottan vevőköröm nincs, hát van, vagy volt helyesebben középkorú és idősebb is, hát ezt így nem lehet meghatározni. Azt hiszem önnél közelebbi kapcsolatban senki nem áll a tűvel. Milyen tűket használ általában a munkája során? Hát általában a 3-as és a 6-os tű, ez ami az egyik fércelésre, a másik még viszont kézi munkánál, tehát aprólékos munkánál használható. Ezek nekem különösebben így, mint laikusnak nem mondanak semmit, 3-as és 6-os, hányfajta tű van úgy egyébként? Hát van még több is, ugye, hát mondjuk ki mivel szeret dolgozni. Van, aki eltérő, és mit tudom, valamivel hosszabban szeret dolgozni. Nálunk ez szokott használható lenni, amíg lehetett kapni, de sajnos mostanában még ezt sem lehet mondani, hogy ezt megfelelően lehet kapni. Ön többféle divatirányzatot is kiszolgált már, tehát közvetlenül megélte a divat hullámzását. Ön szerint milyen irányban alakul ez most? Hát most egy kicsit úgy visszafele fejlődött a divat, már nadrágok terén, ezek a bővített nadrágok, nem bővített ránccal ellátott nadrágok, ezek már mentek a 40-es évekbe is. Csak azzal a különbséggel, hogy most ilyen répa formájú nadrágok mennek, akkor viszont olyan 60 centi széles aljjal voltak. Tehát szinte olyan bő volt, mint a cipő maga. Saját meglátása szerint, hogy állnak manapság az emberek a mérték utáni szabósághoz? Az emberek készítetnek még maguknak ruhákat, vagy inkább csak javítatni hordják a ruhájukat a szabóhoz? Hát, mondom, én úgy általában nem vállalok már mindent el, meg mindenkitől, csak közvetlen az ismerősöktől. Úgyhogy
úgy a kollégáktól, akik még dolgoznak, azoktól azt hallom, hogy lényegesen csökkent a munka. Mire emlékszik vissza a legszívesebben az elmúlt 50 évből? Hát kérem, biztos a fiatal évek azok voltak a szépek, amikor még az ember tele volt reménnyel, bizalommal. Milyen jövőt jósol a szakmának? Túl fogja élni? Na. Hát az az igazság, hogy szerintem öltözködni mindig szeret a nép. Úgyhogy biztos, hogy visszajönnek a rendelt ruhák, és gondolom. Hogy nézi a mostani generációt, hogy milyen szabók lesznek, úgy idézőjelbe belőlük? Őszintén szóval mondjuk azt veszem észre én, hogy úgy kitartó ember. Tehát olyan, mint én is, aki már tényleg elmúlt 50 év, hogy tanultam a szakmát, és még a mai napok is azért gyakorlom, mert 8 tagú családom van, és azoknak is mindig adódik mit várni, meg testvéreim vannak. De nekem egyetlen egy tanulom volt, és az sem maradt meg a szakmában.